Folytatódik a tét, következő témánk a Portik Laborc találkozó hangfelvétele. Nagyon jó lett volna, ha ezek a hangfelvételek már annyira nyilvánosak, hogy mi itt be tudtunk volna játszani ebből valamit is, mert akkor kiderülhetett volna, hogy most ez egy jó minőségű hangfelvétel, ahogy a kormánypárti politikusok állítják, akik a bizottságban hallgatták, vagy részben jó minőségű hangfelvétel, ahogy az LMP-s Mille Lajos mondta nekem az Egyenes beszédben, vagy pedig egy hihetetlenül rossz minőségű felvétel, ahogy ugyancsak az Egyenes beszédben Vadai Ágnes állította. Szóval mi fog ebből kisülni, ebből az egész Portik Laborc találkozóból? Hát az mindaz. Mire jó ez? Hát ez már intézményesült, hát legalább szeptember végéig van ez a ténymegállapító. A bizottság tehát a magyar médiában, a közbeszédben ez legalább néhány hónapon keresztül állandóan szerepelni fog. Tehát teljesen mindegy, hogy mi lesz az eredménye. Ugye emlékszünk az első Orbán kormányból egy nagy csattanásra, egy nagy blamásra. Mindegy, hónapokon keresztül azt tartják majd benne a közbeszédben, hogy itt a szocik valami rendetlenséget követtek el, megpróbálták megint csak megfigyeltetni, bevonni az akkori ellenzéket valamiben. Na, tehát... de nem tudunk semmit arról, hogy milyen konkrét következménye lett volna annak, hogy ők ott ketten megbeszélték, Portik felajánlott, hogy elvitettem Kuplerájba a képviselőket, nagyon jó, András, mondta a Laborc, nézzük de, meg, vigyenek oda kamerát, és akkor utána mit tett? Ez semmi. A politikatudományban és a médiatudományokban, hogy unalmas dolgokat mondjak megint, nem az a lényeg, hogy mi hangzik el, hanem hogy az agendát, a napirendet ki határozza meg, hogy miről folyik a beszéd. És ez a beszéd hónapokon keresztül arról fog fújni, hogy itt valami gyanús ügye van a Gyurcsány kormánynak. És ezt körbe fogják elni, és ezek a lapos igazságok, amit nagyon röviden és érthetően elmondasz, semmiféle szerepet nem fognak ebbe a dologba játszani. Ez a dolog hónapokon keresztül megy a nyilvánosság előtt majd. Senki se érti pontosan, hogy mi van. Többé-kevésbé valószínű, hogy az a beszéd, ami elhangzott, és annak a leírata köszönő viszonyban sincs egymással, nem volt semmiféle konkrét következménye, akármiben állapodtak meg ott. Ez ebből a szempontból nem számít. 3-4 olyan témát tudunk mondani a rezsi meg egyéb dolgok mellett, ami már a választási kampánynak a megkezdését jelenti. Ezt találták, ezt indították el. Az más kérdés, hogy okos dolog-e egy 10000-es futásban 5000 méternél a hajrát elkezdeni. Mert hát van, aki jól bírja. Van, aki jól bírja, de ez, hogy szeptember 30-án... Hát ez sajtócubák. Igen, igen. Tehát ezt most mindenki megrágja. Hozzáteszem, hogy a tartalmi kérdések ott kezdődnek, hogy én ilyen pávatáncos beszélgetést keveset olvastam. Tehát tulajdonképpen ezek ilyen szumó birkózók, de nem mernek egymáshoz ülni. Egy szó nincs arról, hogy milyen volt a kaja, pedig nagyon jó vendéglőben voltak. Ez a nem esemény című esemény. Azt én is rossz ízlésű dolognak tartom, hogy egy műveleti főigazgató, vagy nem tudom, hogy hívják, ez leül a bűnözés gyanújába került emberrel. Nekünk nem lenne szabad tudnunk, hogy ki a Laborc, és nem lenne szabad tudnunk, hogy ki a Portik. Bizonyíték egyik oldalon sincs, csupa gyanú van, mint ahogy az egész dolog olyan rettetesen gyanús. Hozzáteszem nektek, hogy a történet őrült jó, mert ugye valaki szól a titokminiszternek, hogy itt van, kérem szépen, a bűnöző, szeretne beszélni. Na most kérdezem itt a nagyon tisztelt embereket. Nektek kapjátok ezt a kis intést. Az egész engem Herceg Ferenc kék rókájának a főkérdésére járt-e Cecil a Török utcában? És akkor ez 3 órát lehet játszani azzal, hogy nem járt a Cecil, járt a Cecil. Szóval semmit nem tudunk erre az egészről. Egy dolgot tudunk, hogy tulajdonképpen az egész említésre sem lenne érdemes. Kicsi rossz ízlés van benne, de hát annyi rossz ízlésű dolog történik.
Tamás, gyakorlatilag azt mondod, hogy egy a Fidesz akart volna valamit, ügyesebbet kitalálhatott volna. Bűnözővel nem találkozunk. Teljesen így van, de én azt akarom mondani, hogy a Fidesz már valami rágalom hadjárat akart kezdeni, sokkal ügyesebb témát kitalálhatott volna, sokkal tartósabbat. Tehát az első Orbán kormányhoz képest... Ez nagyon tartós, olyan üres. De nem lesz hatásos, szóval hosszú időn keresztül lehet vinni, de nem lehet belőle igazában véve társadalmi hatást kicsikarni. Biztosan találtak volna, ott kotoráztak szerintem a Nemzetbiztonsági Hivatal anyagaiban, biztos találhattak volna nagyobb ügyetlenséget. Lehet, igen. Most kezd csak kibontakozni az ügy, tehát ha megnézzük, vissza kell gondolnunk az akkori időre, ugye talán ezt időkeretbe kell helyeznünk. Ez 2008. június 23-án és 26-án volt ez a két beszélgetés. Ez 3 hónappal a szociális népszavazás után volt, és nagyjából 1 évvel az európai parlamenti választás előtt. Tehát azt lehet látni, hogy az MSZP már a lejtőn volt, ugye 2006 nyarától kerültek a lejtőre, amikor a választási ígéretekhez képest 180 fokkal más csináltak, és megszorító csomagot fogadtak el nyáron. Ehhez képest ugye azt lehetett látni, akkor voltak ezek a találgatások, ugye, hogy bomlik-e a koalíció, előrehozott választás lesz-e, illetve ugye, hogy az európai választáson is körvonalazódott, főként a 2004-es tapasztalatok alapján, hogy a protest, a kormánnyal szembeni protest, mint a szociális népszavazáson, az európai választáson is az MSZP-t megrodgyantja. Hát ilyen szempontból ebben az időszakban jön az, ugye, hogy politik, aki az alvilág felül, vagy mondjuk így a másik oldalról, vagy esetleg a bűnözés gyanújából, árnyékából, vagy ebből a gyanúból lépett mondjuk a hatóság felé, ő ezt a politikumot hozta be, a politikát hozta be, és itt jött a politika érdeklődése. Tehát itt ez érdekessé a történetet, és ez folytatódik, már bontakozik, ugye elkezdtek olyan eseteket előszedni a 2008-as, 2009-es évből, ugye már ezek most már látunk vezető fideszes politikusokra terhelő híreket, amik akkor forogtak 2008-2009-ben a médiában, és azt vizsgálgatják talán most már, hogy van-e valamilyen kapcsolat az ajánlkozó ember, aki ajánlkozott a szolgálatoknak, és ezen események között. Tehát ez szerintem leginkább egyébként a jobboldali szavazóbázis egyben tartását szolgálja, tehát ez nekik lehet egy üzenet, hogy mik voltak 2008-ban, és ők talán ezekre máshogy emlékeznek, mint azok, akik máshonnan nézik ezt. Igen. Az ügynek a gyanúsága, vagy homályossága az ügynek a lényege valóban. Ahogyan a Kék Rokában is ugye olvashattuk, illetve láttuk, csak mondom érdekességképpen, hogy Herceg Ferencnek ezt a kitűnő darabját tavaly az a színház mutatta be, amely nem tetszett a hatalomnak, és azóta az a színház éppenséggel megszűnt, bár egy kitűnő bemutató volt Valázsovics Lajos rendezésében. Azt mondhatjuk tehát, hogy az ügynek ez a bizonyos homályossága, ez az ügy lényege. Ezt 3 szinten lehetne elemezni, nyilván nem ma fogjuk ezt megtenni. Az egyik valóban, ahogyan Tamás kezdte, amennyi ideje rendelkezésre állt egyáltalán, hogy szakmailag elemzi, hogy helyes dolog-e a szervezet vezetőjének egy ilyen emberrel leülni, és itt van. A másik valóban, ahogyan Zoli kezdte, egyfajta szakmapolitikai, vagy a szakpolitikai elemzés, egy policy issue-nak fölfogva az ügyet, ugye, ez is egyfajta útja az elemzésnek, és végül egy olyan szintje ennek a dolognak, hogyan Attila beszélt erről, vagyis, hogy tulajdonképpen az egész rendszernek, az a nemzeti együttműködés rendszere szempontjából, szemszögéből ítéli meg a dolgokat. Én úgy gondolnám, hogy ha Az még van. A nemzeti együttműködés, hogy most van csak igazán? A nemzeti együttműködés rendszere. Nagyon is létezik éppenséggel ennek a folyamatos, szisztematikus... Tehát ma az ország jobban együttműködik ebben a rendszerben, mint... Jaj, nem, én csak elneveztem. Mint Dániel doktor kaszinó tojásos dobálása óta. Igen, ha már itt tartunk, akkor valóban te egy nagyon különös dologra hívtad most fel a figyelmet, mert valóban nincsen neve igazából a rendszernek. Én azért használom ezt a nevet, mert ezt a rendszer alapítója adta ezt a nevet ennek a rendszernek. Ugye már mindjárt a parlamenti választások után már mindjárt a legelső parlamenti ülésen, a parlament nyitó ülésén ezt a nevet adta. Nos, tehát ez is feladatunk lenne nevet adni a rendszernek is, leírni a rendszernek a lényeget, erre tett kísérletet itt sikeresen az előbb Attila. Egyszerűen mindhárom ügy a rendelkezésünkre áll, de talán akkor járunk el leghelyesebben, hogyha az egész rendszer szempontjából, hogy globálisan tekintjük az ügyet, és azt látjuk, hogy a rendszernek éppenséggel ez a lényege. Nem tudjuk, mi történt. Ugye? A közönségünk nem is fogja igazából megtudni, hogy most akkor végül is hány beszélgetés volt, és abban mi hallatszik, de és mi nem hallatszik. De cubáknak jó lesz a helyet, ez mindig a rágalom mindig ragad. És éppenséggel ez a célja az egésznek. Tehát itt a politikum maga, a cél maga az eszköz, hogy tetszik. Akkor menjünk át a következő témára, nevezetesen arra, hogy mik hangzottak el ma a Majálison, illetőleg
ennek kapcsán az összefogás róla, mely szinte mindegyik tétadásban fölmerül, ahogy a fejlemények haladnak előre. Amikor még elterveztem, hogy miről fogunk beszélgetni, akkor még természetesen nem tudtam, hogy mik hangoznak majd el ma május 1-én, akkor csak arra gondoltam, hogy megbeszéljük, hogy az MSZP választmányán megjelenő Bajnai milyen hatást ért ott el a maga szempontjából és perspektívikusan. Aztán most beszéltek sokan, mint három ellenzéki vezető ma a Majálison. Nézzük most meg az egyik ellenzéki vezetőnek egy olyan mondatát, amit én talán megbocsátjátok, de kulcsfontosságúnak éreztem a mai beszédek között. A politika főszabálya szerint annak kell lenni a demokratikus ellenzék vezetőjének, akit vagy akinek a pártját a legtöbben támogatják. Lehet így cifrázni ezt a dolgot, lehet ezzel szembe menni, lehet politikai ízlésről vitatkozni. Érdektelen, hogy mi áll közelebb az én ízlésemhez. Azt kell mondani, hogy aki ekkor vagy akkor több támogatással rendelkezik, ő mögé áll be mindenki. Nem azért, mert egyikünk vagy másikunk, én vagy önök vagy ti, őt szeretjük a leginkább, hanem azért, mert őt támogatja a legtöbb demokrata. És ebben az ügyben a többséghez kell igazodni. Hát először is adjuk meg azt a kreditet, azt a hitelt, hogy Gyurcsány ragyogó szónok. Nem kérdés. Hogy aztán ő hivatott arra, hogy alapszabályokat mondjon meg, hogy természetesen azt kell választanunk, akit a legtöbben támogatnak. Ez az adott kontextusban, hogy a Zoli szokta mondani, kell értelmezni, mert hiszen ugye kevés szavazónk van, de nagyon sok vezetőnk van. Tehát nagyon sok vezető annyit jelent, hogy az ellenzék jelen pillanatban legalábbis két nagy pártra szakadt, meg a hozzájuk csatlakozott Sepilov, illetve az ellenben, az emberek nem tudják, amiről beszélek persze. Egy régi szlogenje volt a központi... Szovjet politbüróban volt egy csoport, amelyik szembe ment. Igen, szembe ment, és akkor azt mondták, na, és ezek mind, és a hozzájuk csatlakozott Sepilov. Na most vannak aztán a hozzá csatlakozott Sepilovok, tehát Bajnainál ott vannak az LMP töredéke, amit nem tudom én, a hosszú párt név indokolt. Csak ugyan nincs ellenindoka, hogy miért ne az lenne az ellenzék vezére, akit a legtöbben támogatnak. De azt is meg lehet, miután ezek alapigazságok, hogy miért legyen az ellenzék vezére az, akit legtöbben támogatnak, miért nem az, aki még ennél is rátermettebb. Tehát az ilyen igazságoknak van egy hátsó fedelük, mert áligazságok, nincs erre recept, ezt a történelmi szituáció, a választási szituáció, az ellenzéki párt éppen adott állapota fogja eldönteni, és ennél egy kicsit ez komplikáltabb. Megint csak valamennyire állvitatkozom a Tamással. Szerintem... Állvitatkozom. Vagy vitatkozom, vagy nem vitatkozom. Jó, hát nekünk az a dolgunk, hogy vitatkozzunk, szóval nem az, hogy ki mögött áll a legtöbb támogató, hanem ki mögött áll a legnagyobb szervezett erő. Vegyük észre, hogy az ellenzéki oldalon, a demokratikus ellenzékről beszélünk, vannak mozgalmak, vannak indulatok, csoportosulások, ez az amaz, de egy választásnál szervezetté kell válni, hát ezek most mind szenvednek, például a Bajnaiék és mások, hogy párttá válni a mozgalomból. Ugye ott volt a Milla, nem tudjuk, hogy a Millát meg lehet-e fogni, ugye? Tudjuk, ott hogy... volt a Milla, volt az egy komoly állítás? Igen, mert hát egy pillanatra van 100 000 ember, aki ott van, ugye? Hol? De, a hát, Millában? A virtuális térben? A virtuális térben egy-egy konkrét tüntetésnél összehoznak egy tüntetésre ennyit, ugye? De azok nem Millások, akik elmennek a tüntetésre. Nem, de a Milla képes... Azok kormányellenesek, akik elmennek a tüntetésre. Képes mozgósítani egy, és azt mondom pontosan... És az a volt szó, az hol maradt? Képes mozgósítani, az a volt szó, az hol maradt? Képes volt mozgósítani. Igen, most, hogy ott milyen tényezők játszottak abban, beleértve a hóvihat is, most ebben nem érdemes belemenni, abban érdemes belemenni, hogy normális fejlődési út, hogy a mozgalmak szervezett erővé válnak, amelyek képesek választásokat nyerni,
komoly politikai változásokat generálni, és így tovább. Itt tehát most ugye nem véletlen, hogy a Bajnai azt mondta, hogy várjunk még 2 hónapot, mert megpróbálja a maga mozgósított embereit nem csak szélesíteni, hanem egy szervezet erővé változtatni. Tulajdonképpen eddig, mikor azt mondjuk, hogy 2 nagyobb csoportja van az ellenzéknek, nem mondunk pontosat, mert van egy jól szervezett párt, az MSZP, amiről lehet ilyen vagy olyan véleményünk, de az kétségtelen egy komoly szervezett erő, és vannak megmozdulások, vannak olyan tömegek, amik nem szerveződtek még politikai erővé. Tehát itt nem a támogatottság nagyságrendjéről, hanem politikai ütőképességéről, választási mozgósításáról van szó. Hadd mondjak csak egy számot, ugye 22 000 embert kéne elhelyezni azokban a választási bizottságokban ellenzőként. Hát 22 000 embert, aki fel van készülve valamire, ugye arra, hogy tudja követni az ottani eseményeket, azokat felkészíteni, mozgósítani, ellátni, előteremteni a semmiből, ez egy nagyon nagy feladat. És ezt vállalja magára egyedül Tóth Zoltán a blogján. Igen. És nagyon, nagyon komoly és hasznos funkciót. Csak érzékeltetni próbálom, hogy ahhoz, hogy az ellenzéknek esélye legyen, egy szervezett erőként kell megmutatkoznia, és úgy látom, hogy itt van egy törésvonal, röviden szólva, abban megalapodtak szombaton ugyan, hogy a 106 egyéni körzetben közös jelöltet indítanak, de az, hogy a 2 vagy több nagyobb ellenzéki demokratikus erő egy közös listán, egy közös vezetéssel, egy közös program mentén... Abban még nem állapodtak hát meg. Hát ezt mondom. Tehát ehhez kell egy szervezett erő, ami még nincs igen, meg. Igen, de erről beszéltünk itt a múlt heti tétben, talán... Nem is tudom, most pontosan kimondta azt, hogy miért kérdeztem, hogy és akkor Bajnai mire vár, mire azt mondta valamelyik vendégem, hogy a közvélemény kutatásokra vár. Vagyis, hogy majd 6 hét múlva ő megerősítve jön vissza az országjárásból, nagyobb támogatottság lesz mögötte, tehát jobban tud majd leülni Mesterházival, alkudozni a közös listáról, a jelöltekről, stb. Ez rendben van, csak azt mondom, hogy ez nem elég, nem elég a szám, hanem a mögött szervezettség is kell. Át kell alakulni olyan struktúrába, ami egy együttműködő, szervezett, fegyelmezett közösség. Ezt nevezzük egyébként pártnak, ugye, mindennaposan. Gyurcsány Ferenc beszédéből indultunk ki. Korábban egy ugyancsak kitűnő beszédében, éppen a legutóbbi nemzeti ünnepen, amikor nem volt hóhelyzet, ugye október 23-án kifejezetten megnevezte az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjét, Bajnai Gordon személyében nevezte. Ez meglepő, amit most mondott május 1-én. Most pedig azt mondta tulajdonképpen, hogy a legnagyobb szervezett erő vezetőjének kell lennie a miniszterelnök jelöltnek, ez pedig, hát köztünk szóval, Mesterházi Attila. Mindkét kijelentése, hogy egy olyan kicsit előre szaladt kijelentés. Inkább valami olyasmit lehetne mondani, hogy a legnagyobb szervezett erő által jelölt ember legyen a miniszterelnök jelölt. Hogy ez a párt vezetője-e, vagy más valaki, az másnapra tartozik. Szerintem ennek eldöntése egyébként még ráér, nem ez a legsürgetőbb dolog, van egy seregnyi sürgető dolog. A lista már most szombaton el kellett volna, hogy dőljön, már mint a ténye annak, hogy közös listák legyenek, közös lista legyen. Most a választási rendszernek az anomáliáról most itt nem is szól, pedig éppenséggel lehetne róla szólni. Most tehát az, hogy a legszervezettebb, a legnagyobb ellenzéki erő, amely nem csak hogy együttműködik, hanem bizonyos fokig integrális, ez a szocialista párt, ugye? Legalábbis, hogyha erre van hivatva, hogy úgy mondjam, a méreténél fogva, hogy ez a szervezet fog jelölni egy miniszterelnök jelöltet, és az lesz a közös miniszterelnök jelölt, akit ez a szervezet jelöl, ez így helyes, ez így igaz, és ráadásul ez evidencia. Ennek kimondása, hogy mondjam, ennek a kimondásának itt van az ideje. Most azt akkor én kimondtam, tulajdonképpen. Igen, de ezt akkor ez már az Attila is kimondta, azt mondta, majd a kongresszus eldönti, hogy ki lesz, és az legyen, akivel nyerni lehet. Ez pontosan így van. Ráadásul ennek a kimondása tényleg, ez még egy kicsit ráér. Nem azt mondom, hogy évekig lehet ezzel várni, de ez még ráér. Az biztos, hogy először valóban a szervezetnek, a tömbnek, ha úgy tetszik, kell meglenni. Én már másutt is elmondtam ennél az asztalán, és már utaltam röviden rá, nem akarom hosszan magamnál tartani a
szót, hogy az a fátumnak fölfogott dolog, hogy itt két tömb van, és ez majd valamiképpen összenő, én ezt nem tartom fátumnak, ezt máshogy is lehetett volna csinálni, most már ez így van, mindestre ez így van, de ez a két tömb, ez valamiképpen integrál, tehát mindegyik, mindkét ága az ellenzéknek bevonz a maga vonzás körzetébe kisebb szervezeteket, és ennek előbb-utóbb egy tömbé kell valamiképpen válni, legalábbis szervezeti formában választás értelemben, és annak az élén kell egy listavezető. Na most mielőtt Zoli megszólalsz, hadd játsszam be azt a, abból a híradó riportból egy nagyon rövid részletet, amit a munkatársnőm László Judit Fodor Gáborral készített, amikor a hétvégén megalakultak a liberálisok. Fodor Gábor, aki korábban a Fidesz egyik alapítója, majd az SZDSZ elnöke is volt, azért alapított új pártot, mert szerinte több liberalizmusra van szükség, az állami gyámkodás nem segít. Ráadásul szerinte nem képviseli senki azt a 400-500 ezer embert, aki ilyen nézeteket képvisel. Látunk ugyan létrejövő különböző ellenzéki formációkat, de ezek baloldaliak, ne feledjük el. Ő viszont lépett és fiatalokkal alapított új pártot. Ez a jövő, az meg ott a múlt. De ön is a múlt része. Természetesen, de hát a múltat olyan értelemben nem tudjuk magunk mögött hagyni, hogy kiradírozzuk, mintha nincs rá szükség, de be kell vonni azért egy új generációt. És hát én már vártam sokáig, én az elmúlt 3 évben vártam, hát ha valaki megcsinálja helyettem, nem csinálta meg senki. Akkor azt gondolom, hogy nekem segítenem kell ebben. A fiatalokat kell segítenem. Szóval Fodor Gábor és... mondhatjuk Bokrost, mondhatjuk Kuncét, mondhatjuk Ungár Klárát, Smuk Kandort, hirtelenjében nem, Árok Kornél, akik mind-mind ide csapódnak ehhez a formálódó szövetséghez, de kicsik, ahogy Richárd is utalt. Mi lesz ezekkel a kicsikkel? A választási törvény kikényszeríti, hogy a választás előtt kössék meg az alkut, tehát vélhetően ugye legkésőbb őszre létrejön ez a baloldali összefogás, és ennek lesznek vélhetően a részei. És ahogy itt előtte is a bejátszás előtt is beszéltük, Bajnaiéknak is azra kell most azért dolgoznak, félfeltehetően, erősen vélelmezhetően, hogy két számjegyű legyen a támogatottságuk. Most csak egy számjegyű. De Tamás az első részben azt mondta, hogy még az a bizalom ki kell alakuljon. És én azt látom, hogy azért nem az ellenzék irányába azért nem indult el egy mozgás, mert egy bizalmatlanságot látunk. Ugye Gyurcsány Ferencről beszéltünk, és Gyurcsány Ferenc mondta, ugye, hogy össze kell fogni, a legerősebb párt vezetőjének kell adni a miniszterelnököt, a vezetőt. Ricsi mondta, ugye, hogy a legerősebb szervezettségű párt jelölje, itt eszembe jutott, hogy 2000-ben a kisgazdapárt Mádl Ferencet javasolta köztársasági elnöknek, ott náluk volt a jelölés joga, mégis ugye más párthoz tartozó, vagy pártokon fel. Mert bölcsen így gondolták, tehát ugye a végén. Igen, tehát egy olyan embert választottak, aki nem a kisgazdapárt akkori tagja volt. Tehát itt azt mondom, bizalmatlanság van, és valóban pont Gyurcsány Ferenc volt az, aki 2002-ben nem rendelkezett pozícióval, ő tanácsadó volt, Megyesinek a tanácsadója volt, és 2 évvel később ő lett a miniszterelnök. Tehát véletlenül Bajnai Gordon nem akar úgy járni, hogy megnyeri a választást a baloldalnak, mint Megyesi megnyerte 2002-ben, aztán őt is idézőjelben lapátra teszik, mint Megyesit 2004-ben. Tehát ez ellen lenne egy garancia az, hogyha a legerősebb pártvezető, aki egy ambiciózus fiatal politikus, Mesterházi Attila, ő vezetné ezt a pártot, és megcsinálná. Németországban is volt ilyen egyébként, előreengedték, ugye ez egy kérdés, hogy előre engednek valakit, hogy itt a lehetőség, hic rodus, hic salta, hogyha már ilyen sok latin mondást használtunk ma, hogy mutassa meg, mit tud, nyerje meg a választást, és a legerősebb párt viszi ezt a nyeri meg a választást, a legerősebb párt vezetője, akkor ezek a belső villongások nincsenek. Az MSZP részéről érthető, hogy nem akarnak még egy SZDSZ-t. Ha visszagondolunk erre az elmúlt rossz 8 évre, az elmúlt idézőjelben 8 évre, tehát az MSZP-nek mindig az volt a problémája, hogy 2002-ben volt egy 5-6%-os párt, SZDSZ-nek hívták, amely nélkül nem volt többségük. Most véletlenül ők arra játszanak, hogy egyedül legyen meg az az 50%-os többségük, és Bajnaiék ezt akarják megakadályozni, és az MSZP ezt akarja megúszni. Ez a pávatánc most erről szól, és azért Bajnaiéknak még idő kell, ha nem június 16-áig, akkor őszintén. Igen, de mi lesz a kicsikkel? Ugye itt Rónai Egon Gyurcsány Ferenccel folytatott beszélgetésében azt mondta, hogy de hát ugye itt vannak ezek a kicsik, most csak sarkítva mondom, és hát ezek mind majd pozíciót akarnak, mind majd be akarnak kerülni a parlamentbe. És hát akkor mi lesz így az összefogással, és akkor arról, hogy ezek mind be akarnak kerülni, vagy milyen pozíciókat akarnak, akkor azt mondta, hogy talán rosszul idézem Gyurcsány Ferenc, azt mondta, egy francot kell ezeknek mindegyiknek bekerülni a parlamentbe. Hát van, akinek be kell kerülni, de van, akinek nem kell bekerülni, majd az kap majd valami más funkciót. De a kérdés, hogy mennyire fognak ezek a kis pártok megelégedni ezzel, és az is kérdés, hogy a nagy pártok mennyire veszik őket komolyan. Tehát ha most ott is voltak a Pallas Páholyban,
a programok egyeztetésénél, az még nem jelenti ezt, hogy mindegyik pártnál legalább egy embernek adnak egy képviselői helyet majd az alkunál. De hát, András, a kérdés, két kérdést tettél föl. Egy, hogy ők megelégednek vele, természetesen nem elégednek meg. Az, hogy a úgynevezett vezető erőkben mennyi a bölcsesség, hogy ellen tudjanak állni mindenfajta szirénkísértések, ez egy más kérdés. Gyurcsány azt is mondta, hogy ugye minden, nem kell finnyáskodnunk, minden demokrata jöjjön. Minden demokrata jön, de most utána a Rónai Egonnál meg aztán minden demokrata jön, de pozíciót nem kap. Igen. Na most ez egy nagyon igaz... Jól mondta, mert éppen jó beszéd közben. Jól mondta. A nagy kérdés az, hogy ezeknek a kispártoknak van-e valami fajta, meg tudnak-e szólítani bármilyen valóságos csoportot. Na most, hogy van-e 500 vagy 600 ezer liberális, ezt honnan tudjuk? Van-e? Nem, most éppen nem látom. A nagy kérdés persze az... Tegyük föl, hogy van. Csak a nagy kérdés, azok pont a Fodor-féle pártot akarják, vagy nem inkább a Kuncéhoz akarnak menni. A magyar liberalizmus története az egy érdekes történet, és fontos történet, és a Fodor becsületére mondom, hogy valamit az SZDSZ múltjáról mondott, hogy ugyan nem lehet föltámasztani, de azért elég sok mindent hozzátett. Igen, csak azért mégis végig kellene gondolni, hogy a magyar liberalizmus legutolsó fejezetének hősei, az Kis János, Magyar Bálint, Kőszeg Ferenc és az összes többiek, ha ezek nem szerepelnek a liberálisok megszólításában, akkor annyit jelent, hogy az ő örökségüket, tehetséget, stb. És ilyen nem akarjuk. Hát itt van, kérem szépen, egy új liberális párt liberálisok nélkül, ahogy annak idején mondták, ugye Németországban volt demokrácia demokraták nélkül, most vannak pártok szavazók nélkül. Visszaemlékszünk a 2009-es kampányra, ha jól emlékszem, az SZDSZ-nek akkor az volt a kérdése az európai kampányban, hogy van-e 200 ezer és egy liberális szavazó. És erre a választási eredmény talán 2,2% volt, most nem emlékszem a számra, tehát 25-30 ezer szavazó volt, aki az akkori SZDSZ-re szavazott 2009 nyarán. Szóval az LMP megelőzte őket. Nem rossz az a logika, hogy fogjai vagyunk a 2010 előtti pártrendszernek, és csak abban a kategóriában tudunk gondolkodni, holott a 89-90-es szituáció egy egészen sajátos volt. Az átmeneti pártokat dobott a felszínre, amelyik valamennyi környékbeli országban átalakultak, eltűntek és így tovább, és valószínűleg csehek, szlovákok, lengyelek nem gondolkodnak abban, hogy kik voltak. Abból az időből volt az én kedvencem, már bocsáss meg, az a pártformáció, amit úgy hívtak, hogy Magyar Nemzeti Keresztény Szocialista Munkás Párt. Minden benne volt, a magyar, a keresztény, és a nemzet, és semmire nem vitték. De két országban is volt a sörivók pártja, persze, akik azért bebekedültek a parlamentbe. Két farkú kutya párt, minden volt. Szóval, tehát komolytalan dolog most azt nézni, hogy 2010-ben voltak ezek a pártok, ezek föltámadnak-e, kis párt formájában előkerülnek-e, egyszerűen szerintem nincs levegő. Tehát van az MSZP és a Bajnai igen nagy fejfájással dolgozik azon, hogy mellette kialakítson egy másik pártot, szervezetet és így tovább. Nagyon-nagyon nagy meglepetés lenne, ha emellett bármilyen a közvéleménykutatók által észlelhető mozgótárgy megjelenne a magyar politikában. Majdnem kizárt. A végszó a tiédrihez. Köszönöm, mert ugyanakkor ugyan a helyzet, hogy múlt szombaton ugye az volt a nagy eredmény, hogy közös jelöltek állítása mellett egy elvi megállapodás történt, és egy 4 pontos közös megegyezést tett. A mai nap híre az, hogy Mesterházi Attila ezt a 4 pontos megállapodást elküldte 4 másik szervezetnek is. Én ezt úgy értelmezem, de nem néztem még, hogy más hogyan értelmezi, de én mindesetre úgy, hogy az MSZP ezzel azt jelzi, hogy ezeknek a szervezeteknek legalábbis egy-egy, ennél többet nem nagyon tudnék elküldeni, legalábbis egy-egy képviselőjére, jelöltjére, nem a listaállításnál, hiszen arról még nincs szó, de a közös jelöltek, az egyéni jelöltek állításánál legalábbis számít, vagy számol. Az MSZP tehát vagy most a listán üzen, számol vele. Akár még a listán, de a mai hír minden esetre arra irányul, mint hogyha itt a közös jelöltállításnál számítanak, és esetleg a listán is.
ezt akár így lehetne értelmezni, ez, hogy örömteli vagy szomorú, az másnapra tartozik, de minden esetre ez egy így értelmezhető kijelentés volt ma. Hát meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a közeli hetekben a magyar belpolitikai eseményei, ezekről mindről beszámolunk majd a Tétben, vélemény és értékelés formájában. Köszönöm szépen a megjelenéseteket, önöknek köszönöm a figyelmet. Holnap délelőtt ismétlés, jövő szerdán pedig új témák és új vendégek a Tétben. Viszontlátásra!